Első előadónk az Aviva módszer oktató, felsőfokú életmód tanácsadó, terapeuta, funkcionális táplálkozási referens és a joális méregtelenítés tanácsadó, ganoterapeuta. Föl tudtam olvasni. 10 éve babákra váró nők egészségével foglalkozik, nagyon-nagyon sok babát segített ahhoz, hogy rátaláljon a családjára, és hogy a család rátalálhasson a babájára, és ez megszülessen. Több előadást is hallhattunk már tőle. Hobbija és hivatása is az egészséges életmód. Nagy örömmel adja át mindazokat az önsegítő módszereket, amelyekkel kiki a saját kezébe tudja venni élete formálását. Bármikor és bárki odaállhat a startvonalhoz, sosem késő elkezdeni, tenni valamit önmagunkért. Azért, hogy ne kiszolgáltatott betegként tekintsünk önmagunkra, belefásulva a sok keresésbe, hanem aktívan és alkotóan hassunk egészségünkre, figyelembe véve az egyidejűséget, a sajátosságainkat. Amit ma teszünk az egészségünkért, az lesz a jövőnk, mondja Tóth Juli, akit sok szeretettel várunk a színpadra, miért olyan sokoldalúan alkalmazható a gyógygomba című előadását fogjátok tőle hallani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehetek ismét. És most egy egészen új témával készültem nektek. A gyógygombák ugye mennyi mindenre jók. Állandóan ezt halljuk, hogy erre is jó, arra is jó, meg amarra is jó. Mindjárt megnézem, igen, most tudok lépkedni. Egy beszélgetés indított el engem a mai előadásom témájának, hogy hozzám nagyon közel álló emberrel beszélgettem, és kérdezte, hogy mit javasolnék mondjuk bőrproblémákra, gyógygombát. Mit javasolnám, hogy női problémák, gyógygombát. Mit javasolnál egyéb problémák, gyógygombát. És akkor kezdtem úgy érezni magam, mint egy papagáj. Állandóan azt mondom, gyógygombát, gyógygombát, gyógygombát javasolnék. És akkor ő kicsit szkeptikusan nézett rám, mert azt gondolta, hogy hát itt elmentek otthonról, vagy valami probléma lehet, hogy persze ez is egy ilyen csodaszer, ugye? És az jutott az eszembe, hogy a másik helyzetébe beleképzeltem magamat, hogy hát tényleg ez azért uncsi lehet, nem? Hogy gyógygomba, meg gyógygomba. És arra gondoltam, hogy beszéljük meg azt, hogy miért ilyen sok mindenre használható a gyógygomba. Mert ha tudjuk, hogy miért használható mennyire, akkor nem érezzük magunkat papagájoknak, de abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy mit miért használunk, meg azt, hogy milyenek az összefüggések, mi a hatásmechanizmusa a gyógygombának, akkor viszont sokkal jobban tudunk haladni az egészségünkben, sokkal többet tudunk tenni önmagunkért. A gyógygombának a mai napra, vagy erre a mostani előadásra a mikrobiommal való kapcsolatával készültem nektek. Tehát tulajdonképpen a gyógygombáknak a sok-sok hatásából egyet ragadtam ki jobban, és ez a mikrobiom. A mikrobiomunk az pedig a vastagbelünkben élő 2 kg baktérium. Ez a 2 kg baktérium, ami a vastagbelünkben él, ez az immunrendszerünk. Ez az, ami eldönti azt, hogy jól vagyunk-e a bőrünkbe, vagy nem vagyunk jól a bőrünkbe. És hogyha a mikrobiomot nézem, ezt a 2 kg baktériumot, ugye ettől függ az, hogy milyen az egészségünk. Hogyha elképzelitek, hogy ők hogyan élnek, sötétben, levegő nélkül vannak ott a bélben, több mint 100 billió létszámmal léteznek ott a beleinkben, 20 percig élnek, tehát nem élnek sokáig, gyorsan cserélődnek. Ez az oka annak például, hogy ugye az ember nem tud belehalni mondjuk egy ételmérgezésbe, mert a belünk nagyon gyorsan regenerálódik. Nagyon gyorsan reagál a gyógygombára, nagyon gyorsan regenerálódik, gyorsan cserélődnek a bélbaktériumaink, és ez biztosítja azt, hogy gyorsan fel tudunk állni a betegségekből. Egy nagyon kedves ismerősöm pár hete mesélte nekem, hogy elutaztak Kappadókiába, és az utolsó este vacsoráztak az egész társasággal, és aki evett egy bizonyos ételből, mindenki beteg lett. Kit kórházba kellett vinni, kit
a szállodai szobájában infúzióval kezelték. Az ő férjének csak rosszul volt, magas láza volt, teljesen ki volt ütve, mi volt neki ott? Készleten gyógygombája. És jó sokat adott neki, tehát egy nagyobb mennyiséget, ugye a terápiás hatást akkor érjük el, hogyha növeljük a mennyiségét a gyógygombának. Tehát egy egészséges szervezetnek jó egy kisebb adag, rendszeresen fogyasztva, egy beteg szervezetnek sokkal jobb, hogyha egy nagy mennyiséget pótol be, akár egy ilyen akut helyzetben mondjuk jó sokat. És hát ezt is odaadta a férjének, ezt a gyógygombát, és másnap ez a fiatalember vitte minden betegnek a bőröngyét, mert már semmi baja nem volt, és nagyon élvezte azt a hölgy, hogy Júli, hát ez valami fantasztikus volt, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodát tud tenni ugye a gyógygomba. Nagyon nagy volt az élménye, sikerélménye, és azt gondolom, hogy minél több ilyen tapasztalatunk van, akár a saját bőrünkön, akár a hozzátartozóink esetében, minden esetben sokkal jobban tudunk odaállni az egészségünknek a startvonalához. Az, hogy milyen a belünkben ez a flóra, milyen a belünkben ez a immunrendszer, ezt azt dönti el, hogy hogyan táplálkozunk, miket eszünk. Aki rendszeresen gyógygombát eszi, ugye abban az esetben ezek a baktériumok nagyon jól vannak táplálva, mert nagyon sok funkciót ellátnak. Ha megnézzük, hogy mit csinál velünk az, hogyha jók a baktériumaink, vagy éppen rosszak, tehát hogy hova hat ki ez a mechanizmus, akkor kihat a viselkedésünkre. Az, hogy hogyan viselkedünk, mennyire vagyunk nyugodtak, kiegyensúlyozottak, fókuszáltak, ez a bélbaktériumainktól függ. Mennyire van motivációnk az élethez, a feladatainkhoz, az elhízást is tudja szabályozni. Bizonyos gyógygombák túlszaporodása tud okozni akár egy elhízást. A kiegyensúlyozottságnak az érzését is az immunrendszerünk dönti el. Az agresszivitásunknak a mértékét is az dönti el. Tehát például, amikor kicsi gyerekek ugye hisztiznek a anyukának, hogy ilyen cukrot meg olyan cukrot kérnek, akkor miről is van szó? Az, hogy diktál a bélflóra, diktál a kandidagomba, tehát hogy azok a belső elváltozások, rossz elváltozások, azok negatívan befolyásolják a viselkedésünket, a reakcióinkat. Az, hogy a sportteljesítményünk milyen, azt is befolyásolja a bélbaktériumainknak a közössége, a gondolatainkat meghatározza, az idegrendszer működésünket, az energiaszintünket, az alvás minőségünket, és a betegségekkel való ellenállásunkat is a bélbaktériumaink megszabják. Tehát, hogyha foglalkozunk azzal, hogy mi újság a belünkben, akkor ténylegesen az immunrendszerünket teljesen át tudjuk strukturálni. Döntögessünk pár tabut. Nem tudom, hogy hányan láttatok emlős állatokat a hónuk alatt WC-papírral közlekedni, nem tudom, hogy itt állatkertben vagy bárhol, nem igazán, ugye? Amikor nem jó a bélflóránk, akkor kell nagyon sok WC-papírt használni. Akkor kell használni a sünikét, ugye, a WC után. Akkor, hogyha jó a bélflóránk, jó az immunrendszerünk, jó az egészségünk, akkor elég akár csak egy kis papír zsebkendő a dolgunk elvégzéséhez. Tehát ez is egy nagyon jó diagnózis, hogy így mondjam, arról, hogy mi van a bélben, mi van az immunrendszerünkkel, hogyan érzi a bél magát. Több mint 1000 féle baktérium él rajtunk, a testünkön, a bőrünkön, a szájüregünkben, a vastagbelünkben, a vékonybelünkben is van valamennyi, és mindenhol máshol, a fülünkben, az orrunkban, mindenhol sok-sok baktérium él. Ők az immunrendszerünk, az immunitásunk, nagyon kell rájuk vigyáznunk. Olyan sokan vannak, hogyha 1 gram székletet elemeznénk, akkor 1 gramban több baktériumot találnánk meg, mint amennyi ember él a Földön. Tehát ez egy óriási nagy mennyiség. 1 gramban. Hogyha volt egy nagyon kedves anatómia tanárom, és
az egyik egyetemen, és mondta az előadásán, hogy hölgyeim, magázott bennünket. Hölgyeim, ha maguk bármikor otthon letérdelnek a fajanszelé, és átölelik, és megcsókolgatják, akkor semmivel sem kerül be a testükbe sokkal több baktérium, mint ami már ott van. Tehát tulajdonképpen az, hogy a családunkkal együtt élünk, az már predesztinál bennünket arra, hogy milyenek a baktériumaink. Tehát sokkal többet számít az a genetikánknál, hogy milyen baktériumainkat hogyan gondozzuk, hogyan ápoljuk, hogyan táplálkozunk, és ugye a gyógygombáknak a bélre gyakorolt hatása az egyszerűen fantasztikus. Tehát azt most fogunk belemenni, az egy nagyon nagy falat. És ha ezt átlátjuk, akkor könnyebben tudunk segíteni másoknak, könnyebben tudunk előrelépni, vagy javaslatokat tenni. És érteni fogjuk azt, hogy milyen gyógygombát, miért javasoljuk, és miért pont azt. A hitelességet meg tudjuk ezzel növelni. Ugye azt nagyon sokszor halljuk, hogy milyen sok tápanyag van a gyógygombákban. Ez így van, több mint 200 bioaktív hatóanyag, BCD, vitamin, szelén, vas, kalcium, látjátok, hogy felsoroltam, nagyon sok minden benne van. Vannak ott ezek a sok latinok, ezek a terpenoidok, fenolok, meg egyebek, amiket ott látok, ezeknek is nagyon fontos hatása lesz, majd kit is fogok térni később egy párra. Van egy antibakteriális hatása, ugye ez volt az, amit ez a kappadókiai család megtapasztalt, hogy ott voltak neki a rossz baktériumok, amik a táplálékkal bekerültek, és ezek a gyógygombának ez az antibakteriális hatása, tehát hogy letisztította a rossz gombákat, és utat csinálta a jó bélflórának és az egészségnek. A poliszaharidok, az egy nagyon nagy csoportja a gombáknak a belső részének, ezek prebiotikumok, ami azt jelenti, hogy ezt a 2 kiló baktériumot, ami a belünkben lakik, tulajdonképpen a poliszaharidokkal, a prebiotikumokkal, vagy táplálékokban a rostokkal, ezekkel tudjuk táplálni a baktérium közösséget. És hát a szerves germánium, ugye ez egy mindent visz, ez a aduásza szerintem a ganodermának. A szerves germánium az a hatóanyag, érdemes különben beírni a Google-ba csak annyit, hogy szerves germánium, és egy olyan hosszú sort, egy olyan fantasztikus tényeket fogtok olvasni, hogy csodálatos. A szerves germánium az alapja ma nagyon sok esetben a rák gyógyszereknek. Most ugye itt van az allergia szezon, például az allergiára is, hogy miért érdemes a gyógygombákat javasolni. Azért, mert ezt a hisztamin felszabadulást, ami az allergének bekerülésénél történik, ezt és az allergiás reakciókat csökkenti a gyógygomba rendszeres használata. Vérnyomás csökkentő hatása van, felszívódási zavarokat rendez. Ugye itt a beta-glükán, a másik nagyon erős immunmoduláló hatás, vagy immunmoduláló alapanyag, amire szükségünk van, májvédő hatása van, ez a mai világban nagyon fontos, mert tele vagyunk mindenféle vegyi anyagokkal, különböző, ugye a levegőnk sem annyira tiszta már, a vízünk sem olyan tiszta már, a vegyi anyagok azok ott lapulnak a kozmetikai anyagainkba esetleg, a mosószereinkbe, sok esetben a mosószer, vagy akár bármilyen tisztítószerre is gondolhatunk, az is lehet olyan anyag benne, ami káros az egészségünkre. Ezek a vegyi anyagok, ezek úgy lesznek károsak, hogy akár belélegezzük, ugye nagyon sok ilyen vegyi anyagon, vagy fertőtlenítőszeren rajta van az a nagy kereszt, hogy nyisd ki az ablakot, ha használod, gyerek kezében ne add, stb. Tehát, hogy ezek azért alapvetően mérgek, és ezekkel, hogyha találkozunk, belélegezzük, hozzáér a bőrünkhöz, akkor ezek módosítják a baktériumainkat, akik a bőrünkön laknak, illetve az orrüregünkben laknak, módosítják a bekerüléssel a májnak a funkcióját, tehát le tudják gyengíteni a májat, ezzel pedig mit okoznak? A nőknek ez nagyon fontos információ, hormonális problémákat, immungyengeséget, fókuszálási problémákat.
Tehát, hogy érdemes minél tisztább mosószereket, öblítőszereket, samponokat, tusfürdőket használni, mert hogy abban az esetben tudjuk jól távol tartani magunktól ezeket a vegyi anyagokat. Nyilván nem arról van szó, hogy most szentek ki akarunk válni, és akkor nem veszek semmit, csak nem tudom én, kecske, teljes szappan, tehát hogy nem a szentévállás a célunk. Ártalomcsökkentésbe kell gondolkozni a mai világban, mert nem az ember, ugye én táplálkozási tanácsadó vagyok, életmód tanácsadó, nem mondhatom, hogy ez is rossz, az is rossz, meg amaz is rossz, hanem hogy miket csökkentsük le, miket racionalizáljunk, hogyan oldjuk meg a mindennapi életünket úgy, hogy minél kevesebb ártalom jusson a szervezetünkbe. Nem az a célunk, hogy 0-24 órában bioételeket együnk, és csak tiszta vizet fogyasszunk, mert hát alapvetően ez lehetetlen, meg a mobil használat is ugye már mennyire hozzátartozik az életünkhöz, de lekapcsolhatjuk estére a mobilt, lekapcsolhatjuk estére a wifit, és azzal is már megint csak hova fogunk segíteni? A hormonális működésünkre és az immunrendszerünkre, a pajzsmirigyünkre és az idegrendszerünkre. De apróságok ezek, de egy sokkal jobb életminőséget fogunk kapni ebben az esetben. Az anti-aging hatása a gyógygombáknak egy nagyon markáns tétel, úgy tud anti-aginget kifejteni a gyógygomba, hogy ezzel a prebiotikus hatással, hogy táplálom a bennem lévő baktériumoknak a jó közösségét, ezzel a gyors megújulását a bélnek nagyon sok baktériumom lesz, mert ebben a jó környezetben nagyon sok baktérium el tud szaporodni. Minél több a baktériumunk, annál egészségesebbek vagyunk. Minél kevesebb a baktériumunk, annál inkább betegek vagyunk, és annál inkább rossz baktériumok is élhetnek a belünkben. Az anti-aging hatás tehát azzal, hogy gyorsan megújítja a bélflóránkat a gyógygomba, ezáltal tudja kifejteni. A másik a bőrre gyakorolt hatás, a fő szerveknek a méregtelenítő hatása, tehát a májvédés, a vese támogatás, ezek is mind ugye az, hogy a fő szerveink optimálisan tudnak dolgozni. Ha optimálisan dolgoznak a szerveink, akkor a betegségek távol tudnak maradni. A daganatképződésről beszéltünk, hogy ez egy fontos eleme a gyógygombának, ezért is nagyon szeretjük. A mai világban, az én praxisomban nagyon sok olyan emberrel találkozom, ugye én termékeny korú nőkkel foglalkozom leginkább a praxisom nagy részében, de már a 3 hónapos kis csecsemőtől a 80-90 éves idős emberekig jönnek, hál' Istennek, hozzám tanácsokért. És azt látom, hogy egyre rosszabb állapotban vannak mind a fiatalok, mind a termékeny korú nők, mint mondjuk az én fiatal koromban a nők. És a prevenció nagyon fontos, a megelőzés nagyon fontos. Tehát a betegségek azok nem úgy alakulnak ki, hogy máról holnapra, vagy ma nincsen semmi bajom, jön egy diagnózis és betegek vagyunk, hanem úgy alakul ki, hogy 10 évig, 15 évig, vagy 20 évig akár lappangnak bennünk dolgok. És hol lappanganak? A bélflóránkban. Igazából a bélflóranak az elemzése által, ilyet is szoktam csinálni, ilyen mikrobiom elemzést, a bélflórát, hogyha elemezzük, akkor már prevencióban, tehát még megelőző állapotban láthatjuk azt, hogy ki milyen betegség fele közeledik. Tehát a bélflóránk sokkal előbb jelzi a kibillenést, sokkal előbb látható, hogy milyen tendenciák vannak, mint hogy azt akár mi, vagy egy vérképpel, vagy egy orvosi lelettel igazolni tudnánk. Tehát a bélflóra az első indikátora, az első jelzése annak, hogy érdemes változtatni a szervezetünkön, és a gyógygombák akár a prevencióban, akár magában a kialakult betegségben, ugye itt a Kappadókiában kiránduló családnak, akár egy akut helyzetben, egy gyorsan, most van baj, most csináljunk valamit egy ilyen helyzetben is, a gombákat nagyon szépen tudjuk használni.
vagy akár mondjuk a húgyúti fertőzésben, most volt nemrég egy ügyfelem, és ugye a húgyúti fertőzésre gyorsan javasoltam neki a fekete köményt, és akkor jön vissza kontrollra, és azt mondja, hogy hát én nem hiszem el, 2 napig vagy 3 napig szedtem azt, amit adtál nekem, és teljesen elmúlt a probléma. Tehát, hogy nagyon gyorsan, nagyon erős hatásai vannak ezeknek a termékeknek. A mitokondriumok, ez egy furcsa szó, de egy nagyon fontos szó. A mitokondriumoknak a működése az szabja meg, hogy mennyi energiánk van. És hogyha jó a bélflóránk, akkor jól működnek a mitokondriumaink, és hogyha ezek jól működnek, akkor tele vagyunk energiával. Akkor fölébredünk, és nem az van, hogy még 1-2 kávét meg kell innom ahhoz, hogy üzemi hőmérsékletre feltuningoljam magamat, hanem már úgy ébredsz, hogy már egy jó közérzettel, egy jó koncentrált, fókuszált állapotban vagy, és ez a mitokondriumoknak a működésétől függ, és attól, hogy a bélflóránk hogyan érzi magát. A gyógyszereknek a káros anyagait is ki tudja takarítani a gyógygomba, emiatt is ugye nagyon szeretjük. A vastag és végbélrákra pedig már nagyon komoly kutatások vannak, hogy ez egy hasznos a ganoderma gyógygomba, tehát hogy itt már klinikai tapasztalatok vannak. Nem arról van szó, hogy most valamelyik természetgyógyász, vagy valamelyik táplálkozási terapeuta itt most olvasott valamit, mert ezt így sokat hallom, hogy na valamit olvasott biztosan, szó nincs erről, föl lehet menni a PubMedre, ugye egy ilyen nagy könyvtárba, tudományos könyvtárba, ahol láthatóak a hivatkozások, hogy a kutatásoknak, egyre több kutatásnak a része a gyógygomba. Tehát, hogy most a világ nagyon kezdi a gyógygombákat fókuszba helyezni, mert olyan sokoldalú a hatása, és annyira célzottan az immunrendszerünket támogatja. És ezért foglalkoznak is vele. Tehát tulajdonképpen a legjobb védelmi vonal, a legjobb immunrendszer az attól függ, hogy hogyan táplálom a bélflórámat, és hogyan táplálkozom, és a gyógygombák ebben tudnak nekünk egy nagyon nagy segítséget adni. Na? Oké. Jó. Ez a 2 kiló baktériumunk, ha jól van tartva, akkor az vissza fog hatni az emésztésünkre. Tehát jó lesz az emésztésünk, mert jó a bélflóránk. És ezek kölcsönösen egymást feltételezik, és jó irányba el tudják mozdítani. Nagyon érdekes téma, kicsit megint a nőknek fogok kedvezni, hogy amilyen a bélflóránk, olyan lesz az egyéb női területeknek a flórája. Tehát bármilyen női vagy nőgyógyászati elváltozás van, akkor érdemes a gyógygombákat beemelni a protokollunkba, mert abban az esetben a belet kezdjük el táplálni, támogatni, de ahogyan változik, modulálódik a bélflóránk, ahogyan egyre jobb és jobb baktériumok kezdenek el szaporodni, úgy fog megváltozni ennek következtében a női, akár a méhnek a flórája, ugye? A méhnyálkahártya, a hüvelynyálkahártya, a húgyúti nyálkahártya. Tehát minden női nyálkahártyát húz magával egy jó bélflóra és támogatja. És fordítva is igaz ez. Abban az esetben, hogyha rosszul tartjuk a bélflóránkat, akkor viszont a női területeken, ugye akár az endometriózis, mióma, ciszta, egy csomó betegség felütheti a fejét, mert már a bélflóra leromlott, és mint egy következménye az, hogy a női nyálkahártyák elváltozást tapasztalhatunk a nyálkahártyákon. Igen, ide raktam egy kis hivatkozást, hogy a YouTube-on, hogyha bárkit érdekel, akkor csináltam egy kis videót azzal a címmel, hogy ehető hüvelykupot készítettem. Azért csináltam ezt a címet, hogy ehető hüvelykupot készítettem, hogy ezzel is egy kicsit úgy megtámogassam azt, hogy ez egészséges is tud lenni, amit használunk azon a területen. Ha bárki szeretné, akkor nyugodtan nézzétek meg, ennek az alapja a GL por. A GL port azt tulajdonképpen fel lehet oldani, én kakaóvajat szoktam erre használni, mert az nagyon szépen a hűtőben úgy vissza tud keményedni, és
A GL-por és a kakaóval, ugye ez mind természetes. Én megkóstoltam, amikor ezt kikevertem, GL íze van, tehát hogy kicsit kesernyés gyurgombás, meg hát a kakaóvajnak is van egy jellegzetes íze, tehát hogy teljesen természetes anyagokból magunk elkészítjük, mondjuk egy hétig használjuk, tovább nem kell, és akkor minden este föl lehet helyezni a hüvelybe, és akkor helyileg már modulálni tudom a flórát, tehát a hüvelyben lévő kórokozókat már nagyon szépen meg tudjuk változtatni ezzel, hogy ezt a kupot egy kurzusig, egy hétig mondjuk használjuk. Amúgy bárhova máshova is dugható, tehát nyugodtan akár a végbélbe is lehet dugni, hogyha valakinek ott vannak esetleg problémái. Úgyhogy használjátok nyugodtan, a GL egy nagyon természetes anyag, és én ugye a praxisomban kis csecsemőkkel, kismamákkal, leendő kismamákkal is foglalkozom, és a GL az egyik kedvencem, mert a GL-t nagyon sok esetben tudom használni. Tehát akár leendő kismamáknak, akár fejlődésben lévő, tehát terhesség alatt, akár szoptatás alatt is lehet használni a GL-t. És ugye az anyatejjel az anyuka megeszi, a GL-por a mikrobiomon bélfelszívódásán keresztül be fog kerülni a vérkeringésbe, be fog kerülni az anyatejbe, és akkor az anyatejjel keresztül az anyuka tovább tudja adni a kis csecsemőnek a szoptatással ezeket a gyógygombákat. Tehát ezzel nem tudunk bajt csinálni. Nagyon fontos, hogy más gyógygombát ne adjunk. Jó? A tudományos irodalomban, a magyar hivatkozásokban lehet olvasni, hogy gyógygombát ne adjunk kismamának és terheseknek. Ez így van, de ez a kifejlett gyógygombára vonatkozik. Tehát, hogy itt még nagyon úttörők vagyunk ebben a témában, Magyarországon meg aztán pláne, mert ugye tudjuk, hogy Malajziában ott már több 10 év, ott már közel 30 éve, ha jól tudom, ott már tudományos és gyakorlati tapasztalatok vannak. Magyarországon még most vagyunk itten az elején ennek a dolognak, úgyhogy jó, hogyha minél több információnk van, hogy tudjuk hitelesen mondani, hogy kinek és miért, milyen indikációval adhatóak ezek, de a GL-porral nem tudunk mellélőni. Nyilván egy pici babának nagyon kicsi mennyiséget kell adnunk, tehát akár egy ilyen késhegynyit, tehát hogy nem a felnőtt dózist fogjuk adni. A cukorbetegségnél is ugye azért tud a gyógygomba egy nagyon erőteljes, pozitív hatást elindítani, mert hogy a bélflórát fogja megváltoztatni, a bélflórát fogja modulálni. A jó bélflóra az véd bennünket a vércukor problémáktól, illetve hogy kialakuljon akár a zsírmáj, vagy ugye a cukorbetegségrehez kapcsolódó egyéb problémák, elváltozások. Támogatják ugye a csontanyagcserét is a gyógygombák, nagyon sok oldalúan tudjuk őket használni. És ugye akár cukorbetegség, akár csontegészség, akár ugye termékenység, minden esetben a gombáknak a bélflórára gyakorolt hatásán keresztül érjük el a célunkat. Ez egy nagyon friss téma, ugye a géneknek a működése, génkifejeződések, ugye az anti-aging is azt jelenti, hogy a sejtjeim folyamatosan megújulnak nap mint nap, és akkor holnap után is ugyanolyan intenzitással tudnak a sejtjeink megújulni. De hogyha valami porszem kerül a gépezetbe, akkor naponta egyre kisebb hatékonysággal regenerálódnak a sejtjeink. És tulajdonképpen ez az, amikor korban megyünk előre, hogy már nem tud a szervezetünk olyan gyorsan megújulni. Ebben segít a gyógygomba, hogy ezek a gén reprodukció, gén ismétlődés folyamatok, ezek jól menjenek végbe. Tehát, hogy minél nagyobb százalékban másolódjanak a génjeink. Hoztam itt egy ugye ez a PMID, ez a tudományos közleményeknek a száma, hogy így mondjam, tehát hogy megint csak nem arról van szó, hogy kitaláljuk ezeket a dolgokat, hanem tudományos közleményekben ezeket ki is idézőjelbe kiszedtem, hogy emlő prostata ráksejteknél tumor invazivitását csökkenti, preventív rákellenes hatása, tehát ugye ez mind-mind-mind a tudomány ma már bizonyítja. És akkor mennyi mindenre jó, ugye a gyógygomba,
miért tudjuk ilyen sok mindenre használni. Az immunrendszerünk, ugye ez a 2 kiló baktérium, ez az immunrendszer, a teljes immunrendszerünknek a 70%-a. Tehát ez nagyon-nagyon nagy szám. Ezért tud ilyen sok területen dolgozni nekünk pozitívan a gomba. Igen, ezeket nyugodtan olvassátok el. Itt a női nyálkahártyáknak a megújulásán, megújításáról beszéltünk. Erre is nagyon jól lehet használni a gyógygombákat, ugye akár helyileg, hüvelyben, vagy végbélben, akár pedig szájon keresztül rendszeres használattal. A hatást akkor tudja kifejteni a gyógygomba, hogyha rendszeresen és folyamatosan szedjük. Tehát ilyen kampányszerű szedéssel azzal nem nagyon fogunk előrelépni. Sajnos vannak ügyfeleim, hogy jönnek, és akkor kérdezem, hogy hogy vannak. Tök jól voltam, aztán valahogy kezdett valahogy úgy visszarendeződni a dolog, és szeded-e a gyógygombákat továbbra is? Hát nem, most olyan pár hete nem szedem. És mióta vagy rosszabbul? Hát úgy 2 hete kb. Tehát, hogy nem tudom, hogy itt többen vagytok, akik régóta szeditek a gombát. Hát én kihagyok 1-2 napot, mert mondjuk utazom, vagy valami van. Én már érzem, hogy valami nem százas, valami nem kerek, valami még szükséges a teljességhez. Tehát egy napi szintű rutinnal, még az is, hogyha rendszeresen, de keveset vízbe valaki, még azzal is sokkal jobbat teszünk. Nyilván ez az egészségi nivoly, vagy az egészség mértékének a függvénye, de még az is jobb, mint hogyha egyáltalán nem, vagy az is jobb, mint hogyha, amit nagyon sokszor tapasztalok, hogy össze-vissza szedegetünk mindenféle vitaminokat. Tehát, hogy az is egy hátrány tud lenni. Mert amit megvásárolunk, C-vitamin, D-vitamin, meg mindenféle egyéb vitaminokat, azt, hogyha összeadnánk, hogy mennyit költ az ember, akkor azt mondjuk egy GL spirulinával bőven ki lehetne váltani, és több százszoros hatóanyagot tudnánk bevinni a szervezetünkbe. Tehát, hogy így kiszámoltam, hogy 38 doboz multivitaminnal ér fel, hogyha te a GL spirulinát szeded, és nem egyenként próbálok valami egyéb vitaminokat bevinni, és azt is kampányszerűen. Mert mit csinálunk akkor, ha vitaminokat pótolunk? A vitaminpótlással vannak dolgok, ugye mondjuk hány vitamint szedünk, mondjuk 10 féle vitamint szedünk egy nap, és csak mondok egy számot, és akkor mindig azt a 10-et viszünk. Tehát bizonyos vitaminokból túl visszük a mennyiséget, túladagoljuk, így idézőjelben mondom, mert nem lesznek túladagolási hatások, mert ezek szükségesek, de mi lesz ennek az ára? Az, hogy egy csomó vitamin nem fog bekerülni. És akkor egy ilyen, ez már egy felborult rendszer, ezzel nem nagyon fog tudni dolgozni a szervezetünk. De abban az esetben, ha ezt lecseréljük gyógygombákra, akkor mint egy ilyen svéd asztal, odaadjuk a szervezetünknek a tápanyagokat, több száz tápanyagot, ugye? Azok a sok latin kifejezés, és akkor az egyéb hatóanyagok, amiket ismerhetünk. Ezért egy jobb döntés inkább a gyógygombákat fogyasztani. Igen, akkor menjünk tovább, kicsit néha nehezen tudok léptetni. Most sikerült. Igen, erről beszéltem egy kicsit, hogy a száj és a gát, ugye ez a csapóajtónk, ugye? Van tulajdonképpen egy cső bennünk, és a szájunk és az alsó területek között van egy cső. Az ember az tulajdonképpen nem része ennek a csőnek, mi a csövön kívül vagyunk, ugye? Mi nem a csövön belül vagyunk, tehát hogy ezzel is biztosítja a testünk azt, hogy nem minden tud felszívódni. Ami felszívódik, arra szükség van. És ennek a csőnek az egészsége, ami egy nagyon hosszú cső, és nagyon fontos területeket érint, ugye akár beszélhetünk a fogazatról, a szájüregről, az allergiák esetén akár a nyelőcső, vagy a tüdő, vagy akár a tápcsatorna, a bél érintettsége. Tehát, hogyha a bélflóránk felborul, akkor ennek az egész csőnek a flórája, mert hogy ebben is nagyon sok ugye a flórát ezek a baktériumok teszik ki, akkor ez az egész bakteriális flóra fel fog borulni teljesen a szájtól a végbélig. A
A gyógygombák azok módosítják a baktériumainknak az összetételét. Mit is jelent ez? Hogyha szedem rendszeresen a gyógygombát, akkor megváltozik a bélflórám jó irányba, sokkal több jó baktérium fog életképesen megújulni, létrejönni, és ez a sok új baktérium fogja bevédeni az én immunrendszeremet. Minél többen vannak, minél többen laknak, minél több félék, annál egészségesebbek vagyunk, mert mindegyiknek más a funkciója. Igen. És akkor ugye, hogyha így papagájkodtam itt a kedves ismerősömnél, és akkor most már viszont tudok tudományos háttereket is megidézni neki, hogy lássa azt, hogy nem csak arról van szó, hogy mint egy ilyen megakadt lemez ajánlom a gyógygombákat, hanem arról van szó, hogy ezek nagyon komoly tudományos hátterek is ott vannak. Itt látok számokat, hogy 122.932, hogyha beírtam ebbe a PubMed-be, ebbe a nagy tudományos könyvtárba, ez egy online internetes tudományos könyvtár, beírtam azt, hogy mikrobiom, ganoderma, ganoderma, rák, ezeket a szavakat, ganoderma, bélflóra, és láthatjátok, hogy egészen más értékek vannak. Tehát két hét alatt az értékek megváltoztak, tehát sokkal több publikáció lett. 120 közel 3000 publikáció volt a mikrobiomra két héttel ezelőtt, és tegnap megnéztem, tegnap pedig már 150 ezer. Tehát ez egy nagyon fejlődő téma. A ganodermára 3380, azt nem írtam be, hogy most már több mint 4000. Ma reggel itt megnéztem, amíg itt ücsörögtem, most már több mint 4000. Tehát a tudományos publikációk ebben a témakörben, akár a ganoderma tudományos kísérleteiben, akár csak vagy vizsgálatában, állatkísérletekben van leginkább mérve a ganoderma, mármint ezekben a publikációkban, de nagyon gyorsan emelkedik a számuk. Tehát ez egy nagyon, nagyon látványos, nagyon új terület az orvostudomány számára is. És akkor említettük, hogy a bélflórára gyakorolt hatása a gyógygombának mennyi minden területet érint. Még egy kicsit konkretizálom akkor ebben a szlájdban. A hormonális működésünk attól függ, hogy milyen a bélflóránk. Ott van ugye a pajzsmirigy hormonoknak a konverziója, ott termelődnek meg egyéb hormonok. A neurotranszmittereknek is ott történik a kialakítása. Neurotranszmitterek, ezek azok, amikkel gondolkodunk. Ezek azok emiatt tudja segíteni a bélen keresztül, ezeknek a sejteknek a termelődésének a támogatásával tudja segíteni a gondolkodásunkat, a fókuszáltságunkat, a gyógygombáknak a rendszeres fogyasztása. Antioxidáns hatása van. Az antioxidáns az megint ez az anti-aging hatás, tehát ez a megfiatalító hatása a gombáknak. Aminósavakat ad számunkra a bélflórán keresztül. Az aminósavak ezek a testünknek az építőkövei. Ezek nélkül nincs élet, nincs egészség. Vitaminokat és zsírsavakat is előállítanak. Tehát ez egy nagy-nagy gyár, ez a 2 kiló baktérium a belünkbe, amik ilyen sok anyagot állít elő, és innen fogja a vérkeringésen keresztül mindenhova a szervenkhez, az idegrendszerünkhez és mindenhova el fogja szállítani a vérkeringésen keresztül ezeket a hormonokat, neurotranszmittereket, amiket ott megtermelünk. Itt felsoroltam nektek pár dolgot, hogy a bélflórát, mik azok a dolgok, amik ki fogják billenteni. Itt a vegyszereket már egy kicsit érintettem. Egy picit utalnék erre a sok mag és teljes körülésű kenyére, mert ez még nagyon, hogy mondjam, vékony jég itt Magyarországon, hogy sokszor szaladok bele, hogy jönnek hozzám az ügyfelek, és akkor ő megváltoztatta az étkezését, de hát látom az állapot felmérésen, hogy valami nem stimmel. És akkor megkérdezem, hogy milyen irányba változtattál, hogyan táplálkozol. Hát elkezdtem jó magokat enni, diót, meg mandulát, meg stb. És akkor naponta akár egy-két marék, tehát sok nagyobb mennyiséget fogyasztanak.
ez megint boríthat bennünket, mert hogy a bélflóra akkor meg fog változni, mert akkor csupa olyan baktériumaink lesznek, akik ezek a magokat, zsírokat jól tudja megemészteni, és hogyha ezek a jó baktériumok, amik a normál ételeket megemésztik, hogy zsírok és magok, ha ezek elszaporodnak, akkor azok megint tudnak rosszalkodni. Tehát a jó baktériumok túlszaporodása az is probléma, és a rossz baktériumok jelenléte az is probléma az egészségünk szempontjából. Egy rossz emésztéssel is már nagyon sok mindent el tudunk indítani. Ha nem jó az emésztésem, akkor nem jó a kedvünk, nem jó a közérzetünk, nem tudunk annyira frissen gondolkodni, állandóan egy ilyen lehúzásban, egy ilyen kellemetlen érzésben van részünk. Itt a kapcsolatról írtam, itt egyéb betegségeket soroltam fel számotokra, hogy mennyi minden betegség függ attól, hogy milyen a bélflóránk. Minden autoimmun betegség, kapcsolódik a bélflórához. A bélflóra kibillenése az első pillanata, vagy a null pontja minden autoimmun betegségnek. Ezt úgy hívják, hogyha utána szeretnétek keresni, hogy lyukasbélszindróma. Ez már predesztinál bennünket nagyon sok mindenre. Van egy táplálkozás kutató, a Budapesten dr. Guzeó, nagyon sok könyvet írt ebben a témában, autoimmun gyógyászatban, beteg kezelésben csodálatos munkássága van, nagyon régóta kutatja, és az ő könyve írja, hogy a táplálkozással, hogyha érzékenyek vagyunk, és nem jó a bélflóránk, akkor a lyukasbélszindróma a magyar emberek között is több mint 80%-unknak jelen lehet. Tehát ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vigyázzunk a bélflórára. Ne induljunk el ebben a autoimmun jellegű problémákban, és ugye ebben is tud nekünk segíteni a Ganoderma. Tehát, ha jó a bélflóránk, akkor jobb a kedvünk, nyugodtabbak vagyunk, motiváltabbak vagyunk, könnyen meg fogod tudni tartani a súlyodat, a versenysúlyodat, megszépül a bőröd, anti-aging hatása van, tehát számtalan pozitív hatása van, hogyha jó a bélflóránk, és erre a Ganodermát használhatjuk a megújításra. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye én azt tanultam az iskolában, hogy idősebb korban megváltozik rossz irányban a bélflóránk, és erre kaptunk egy ilyen szép szlájdot is, hogy idős korban már olyan a bélflóránk, hogy hát már borzalmait élhetjük át. És van egy jó hírem. Ez az általános. Ez az, ami a többség. Egy rossz bélflóra, ugye? Mert hogy kevésbé figyelnek oda esetleg az emberek a táplálkozásukba, nincs benne a napi rutinjukba a prevenció. De abban az esetben, hogyha idősebb korban is szedjük a Ganodermát, akkor a bélflóránkat gyönyörűen meg tudjuk tartani fiatalnak, és ugye mert ezekkel rostokkal, tehát tápláljuk a gyógygombával a bélflóránkat. Tehát amilyen a bélflóránk, annyira vagyunk öregek. Amilyen a bélflóránk, annyira tudunk megújulni. És ezen keresztül nem kell ezt ebbe belemennünk, vagy elfogadnunk ezeket a tényeket. Ez az általános, igen, ezek most tények, de van olyan ügyfelem, aki 80 éves már elmúlt, és csodálatos a bélflórája. Fantasztikus a bélflórája, fiatalos, mozgékony, jól táplálkozik, tehát amilyen a bélflóránk, olyan életminőséget fogunk élni. Ez egy, igen, a PubMed-en nagyon sok kutatást végignéztem, és nagyon sok esetben a Ganoderma spóráinak a poliszaharidjairól van szó. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Ganodermában, ugye a DXN Ganodermájában benne van a spóra. Tehát a spóra az egy nagyon nagy turbó, az egy nagyon nagy energia. Az egy nagyon nagy plusz az egészségünknek.
Vannak olyan gyógygombák, amik kaphatóak kereskedelmi forgalomban, de nincs benne a spórája. Tehát ott már van egy hatóanyag csökkenés, de mi tudjuk, hogy a spóra benne van ezekben a gombákban, tehát hogy ezek az immunsejtjeinket, a bélflóránkat gyönyörűen fogják támogatni, gyulladásos folyamatokat visszafog, a folyamatokat meggátolja, és a daganat képződésben is hatékony prevenció. Ez is egy ügyfelemnek a mondata volt, hogy amióta az eszemet tudom, hetente egyszer, maximum kétszer van székletem naponta. És amikor jött a kontrollra, akkor nagy vigyorral elmesélte, hogy Juli, amíg két hete szedtem a gyógygombákat, és két hét után minden nap megvolt már a széklet. Tehát, hogy nem kell arra gondolni, vagy nem kell azt feltételezni, hogy valami már világéletemben gyerekkorom óta úgy működik, és akkor ezzel már nem fogok tudni csinálni semmit. Bízzuk rá a testünkre, bízzunk rá a testünk regenerációs képességére, használjunk ilyen csodálatos szereket, gyógygombát, ganodermát, és akkor a szervezetünk át tudja magát struktúrálni. Látom azt, hogy idősebb korosztályú ügyfelek, akik jönnek hozzám, akár 50 fölött, változókor fölött, hát némelyikre úgy, amikor jön úgy messziről, fel se ismerem, volt ilyen, egy nagy körfolyosós épületben dolgoztam, és akkor kinyitottam az ajtót, úgy kinéztem, látom, hogy ott jön valaki ugye a hatodik ajtóm mellett, mondom, az nem ő, akkor még itten iszok egy pohár vizet, és amikor megállt a ház, vagy a körfolyosos ház ajtaja előtt, akkor lehet, hogy jé, hát szia, hát de jól nézel ki, hát alig ismertelek meg. És akkor megkérdezem tőlük, hogy és szeretnéd tartani az étkezésedet, jól érzed magad így a bőröd? Persze, hát figyelj, most már van derekam, fel tudok venni ilyen ruhát, meg olyan ruhát. Tehát annyira látványos az, hogy mennyire meg tud újulni a testünk, mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Teljesen mindegy. Az energiaszintünk, a közérzetünk, az fog. A testünk ugye az az, ami segít bennünket ebben az életben, hogy jól érezzük magunkat. Itt van néhány visszajelzés, tehát terhesség, ciszta, prostata problémák, a széklet, nagyon-nagyon sok, és hát ez egy 80 éves hölgy, aki egy tündéri hölgy, jár hozzám most már egy fél éve, és egyre jobb állapotban van, hál' Istennek, és a lánya szokta vinni neki a Lion's Mint, és akkor mondja az idősnél, hogy látod, már kevés van, úgyhogy mész a Julihoz, akkor hozzál nekem, mert anélkül nem élet az élet, folyamatos hasmenése volt, folyamatos hasmenése. És a Lion's Mint elkezdte szedni, és a gélt, és teljesen normális a széklete, és azóta sokkal erőteljesebb az immunrendszere is. És akkor itt jön a kérdés, hogy de hát akkor ez a gyógygomba, ez a ganoderm, ez egy ilyen csodatévő gomba. És erre én azt szeretem mondani, hogy nem ő a csoda, csodálatosan mit tesz, de igazából a testünk a csoda, a bélflóránk a csoda, hogy a testünkkel mit tud csinálni a gyógygomba, hogy teljesen megújítja. Ehhez kell ez a kis szkafander, ugye, amit kaptunk erre az életre, és erre érdemes vigyáznunk. Mert hogy meghatározza a bélflóránk a viselkedésünket, a motivációnkat, a kiegyensúlyozottságunkat, sportteljesítményeket, hormonális működésünket, idegrendszerünket, stb. Úgyhogy ezért is fantasztikus. És amíg készültem erre az előadásra, gondolván a futóinkra, akik fantasztikus sportteljesítményeket nyújtanak ugye itt időre folyamatosan, gondoltam, hogy nagyon sok bélflóra és bélbaktérium összefüggésre találtam rá, és például a hosszú távú futók belében minél több a propionát termelő baktérium, annál gyorsabban futnak. Ez is egy tudományos tétel volt. Tehát a propionát termelő baktériumoknak a szaporodását pedig mivel segítjük? Poliszaharidokkal, spórákkal, ganodermával. Akkor a bifidobaktériumok jelenléte a bélben, ugye egy jó bélflóránál fizikai, mentális stressztűrésben is segítenek nekünk. Véd a keringési betegségektől, és támogatja a fizikai erőnlétet. Úgyhogy erre is érdemes figyelni, és a bélre gyakorolt hatásáról beszéltem ugye ma
tulajdonképpen nektek, de most is papagájnak fogom érezni magam, mert erre is jó, meg arra is jó, meg amarra is jó a gyógygomba, de most már innentől fogva azt mondhatom, most már tudós papagájok vagyunk, ugye? Tehát most már tudjuk, hogy mit miért csinálunk, és ezzel már sokkal, hogy mondjam, hitelesebben tudjuk átadni az információt az ügyfeleinknek, vagy akár a családunk egészségét jobban tudjuk védeni. Köszönöm szépen a figyelmet!